Felkel a nap a város felett. Budapest ébred. A munkába indulókat ébresztő órák csengésével egy időben a metró alagútjaiban is megszólalnak a hangjelzőkürtök az első vonat indulása előtt 20 perccel, hogy felhívják az éjszakai karbantartást végző figyelmét a munka befejezésére és az alagutak elhagyására. A második figyelmeztetéskor a munkavonatok és az éjszakai karbantartást végző dolgozók elhagyják az alagutakat. Miután az illetékes forgalmi dolgozó meggyőződött arról, hogy az alagutakban senki sem tartózkodik, és a lejáratokat lezárták, nyomban megszünteti az áramvezető sín földelését, majd feloldják a biztonsági reteszelést. Ezután a központi forgalmi menetirányító kipróbálja a jelző és biztosító berendezést. A váltókat néhányszor átállítja és ellenőrzi visszajelentésüket. A vágányutak beállításával meggyőződik a távvezérlő berendezés megbízhatóságáról. A forgalmi menetirányító engedélyével az energiadiszpécser feszültség alá helyezi a pályát. A Deák téri energiadiszpécser távvezérlő asztalán valamennyi alállomás kapcsolási sémája és azok vezérelhető kapcsolókészülékei láthatók feszültségszintenként eltérő színezéssel. A forgalom megindulása előtt ipari porszívókkal és padlómosógépekkel befejezik az állomások padlóburkolatának tisztítását. Bekapcsolják az állomások üzemi világítását. Ellenőrzik a szellőzőgépek működését, és beindítják az éjszakai karbantartás miatt leállított ventilátorokat. Majd bekapcsolják a peronzár automatákat. Végül kinyitják az állomások bejáratait. Forgalomba állítás előtt a kocsik átvételét a motorkocsi vezetők végzik, ellenőrizve a kocsi berendezéseinek működését. A kocsiszín billenőkapui sűrített levegővel nyithatók. A nyitott ajtón át az utolsó kocsival mozgatott szerelvényt úgy állítják a vágánylírára, hogy a szerelvény első kocsijának áramszedője a harmadik sínről folyamatos áramellátást kapjon, és ekkor a flexibilis kábelcsatlakozás kikapcsolható és eltávolítható. A menetrendben meghatározott időben a járműtelep forgalmi szolgálattevője a forgalomba álló szerelvényeknek beállítja a vágányutat. Szabadjelzésre a szerelvény begördül a fehér úti állomásra. Az állomási vasútbiztosító berendezés megvalósítja a váltók és jelzők reteszelését. A biztonsági feltételeket kielégítő függőségeket jelfogók sokasága hozza létre. Az utasok beszállása után, ha az állomási kijárati jelző szabadjelzést mutat, és a menetrendi indulási idő elérkezett, akkor a szerelvény ajtajait központi vezérléssel becsukják, és a szerelvény elindul. A metró vonalán a jelzőket úgy helyezték el, hogy 90 másodperces szerelvénykövetés mellett óránként 40 vonatpár közlekedését feltétlenül biztosítsák. A jelzők elhelyezése a vonalon történő utolérést is meggátolja, mivel az elhaladó vonat mögött legalább a vészfékútnak megfelelő szabad pályaszakasz van. A teljes biztonság érdekében a vonat és a jelzők jelzései között kényszerkapcsolat áll fenn.
Ha a motorvezető a megállj parancsot bármi okból nem teljesíti, az autóstop a szerelvényt önműködően leállítja. Szabadjelzés előtt az autóstop ütőkarja vízszintes helyzetbe kerül. A szerelvények a pályán előre meghatározott legtakarékosabb energiafelhasználással közlekednek. A motorvezető az alagút falán elhelyezett jelzéseknek megfelelően kapcsolja ki és be az áramot, és kezdi el a gyorsítást vagy a fékezést. Az optimális energiafelhasználást biztosító diagramokat elektronikus számítógépek segítségével határozták meg. Baross tér, keleti pályaudvar következik. Megállás után a kocsiajtók központi vezérléssel nyílnak. A metró állomásai zárt peronrendszerűek, ami azt jelenti, hogy az érvényes bérlettel vagy a viteldíj bedobása után belépő utas az utastérben szabadon mozoghat és utazhat a szerelvényeken mindaddig, míg a mozgó lépcsővel a felszínre nem érkezik, illetve a peronzár vonalát el nem hagyja. Az állomás forgalmi személyzete az utasok biztonsága érdekében az állomási rendet ipari televízión figyeli, és a hangszórókon keresztül folyamatos utastájékoztatást ad. Felkérem az utasokat, hogy a biztonsági sávot hagyják szabadon. A biztonságos közlekedést az operatív forgalomirányítást és ellenőrzést szolgálják a helyi és központi forgalomirányító berendezések. A vonatforgalomra vonatkozó visszajelentéseket a központi vezérlőasztal folyamatosan jelzi. A helyi operatív forgalomirányítás eszközei a helyi állítókészülékek, a vonatkövetési időközmérő órák és az elektronikus tengelyszámláló berendezések. A forgalomirányító berendezés automatizáltsági fokára jellemző, hogy a menetirányítónak csak megfigyelés a feladata, és kivételes esetben kell a berendezést kezelnie. Önműködő üzemben a vonalon közlekedő szerelvények a jelzőket és a váltókat önmaguk állítják. A szerelvények vezetőit és az utazóközönséget vonatkövetési időközmérő órák tájékoztatják arról, hogy az előző vonat mennyi idővel korábban haladt ki az állomásból. A vonatforgalom kiértékelhetősége érdekében a tényleges menetrend folyamatosan rögzítésre kerül. A szerelvények vonali azonosítása vonatszámjelentő berendezéssel történik. Az operatív irányítást részben a távvezérlő berendezéssel jelzések útján, részben megbízható hírkapcsolatokkal lehet megvalósítani. A kiadott utasításokat és a kapott jelentéseket magnetofon rögzíti. A metró éjszaka nem közlekedik. Minden nap 23 óra 30 perckor, amikor az utolsó szerelvény is kiáll a forgalomból, feszültségmentesítik a pályát. Az állomási forgalmi személyzet feladata az alagúti kioldók működtetése és a harmadik sín biztonsági földelése. Ezután lezárják az állomások bejáratait. A peronzár automatákban összegyűlt viteldíjat zsákokba ürítik. Majd hozzákezdenek az állomások takarításához. Az éjszaka az alagút és pályafenntartóké, akiket szolgálati vonatok szállítanak a karbantartás és javítás helyszíneire.
Ilyenkor végzik el a váltók karbantartását, és cserélik ki az elhasználódott sineket. Éjszaka kerülhet sor az esetleges vízszivárgások megszüntetésére is. Ez tübing alagutak esetén csavarcserével és utánhúzással, betonalagutak esetén pedig torkvételjárással történik. Az űrszelvényt három havonként ellenőrzik. Ultrahangos sínvizsgáló berendezéssel derítik fel az esetleges repedéseket. A motorkocsi berendezéseire és az automatikákra igen káros port alagútmosó kocsival távolítják el a falakról. A további vágány építéshez szükséges anyagok beszállítása is csak éjszaka történhet. Ilyenkor kerül sor a mozgó lépcsők tervszerű megelőző karbantartására. A dudaszó az éjszakai munka végét jelzi. A karbantartók átadják helyüket a forgalmistáknak, és ismét megindul a metró bonyolult, de a világvárosi forgalom lebonyolítása szempontjából nélkülözhetetlen üzeme.